hogyha az összes univerzumot két kategóriára osztjuk, ki alakulhat benne élet, vagy nem alakulhat ki benne élet. Nagyon kevésben alakulhat ki, és az összes többi pedig nem. És az, hogyha mi véletlenszerűen húzunk egyből, az, hogy pont egy ilyen univerzumot húzunk, mint amilyen a miénk, nagyon kicsi az esélye. Ezt hívjuk finom hangolásnak. Ha lenne egy gyár, ahol istenek dolgoznak és univerzumokat teremtenek, lenne egy olyan isten, akinek az univerzumai megfújja egy szél, akkor összeomlik az egész, hát akkor oda a menedzser, és mondaná, hogy hé, hey, jahve, hát azért ennél jobban kéne teljesíteni. Sziasztok, ez itt a Létkérdések Podcast, Magyarország Hitvita Podcastja, amiben egy ateista és egy keresztény vitázik Istenről, hitről és a nagyvilágról. Engem Szilvai Péternek hívnak, és az ateista oldalt képviselem, és itt van velem Szabó Viktor a keresztény oldalról. Hello. Hello, hello, szia Péter, sziasztok! Kicsit amúgy most ez a téli hang aktiválódott nálam, köhökcsélek is, meg száraz Ó, oh, igen. Továbbra is hallgathatók vagyunk az összes platformon, Jutify-on, Apple Podcast-en, YouTube-on, Deezeren, podpad.hu és podcast.hu. Írhatok nekünk témajavaslatot, visszajelzést, amit szeretnétek, az gmail.com, vagy, hogyha YouTube-on nézitek, akkor kommentben a videók alatt iratkozzatok fel, és hogyha támogatni szeretnétek a podcastet, akkor annak most a legjobb módja az, hogyha megosztjátok az ismerőseitekkel. Mai témánk a finom hangoltság lesz, az univerzum finom hangoltsága, mint egy Istenre utaló jel. Mint hogyha létrehoznál egy univerzumot, és a paramétereket beállítgatnád igen, nagyon precízen, igen, igen, igen. és hat darab szám, amik hasonló konstansok így mindegyiknek megvan, hogy mennyi a hiba határa, de nagyon pici elmozdulás is elég ahhoz, hogy konkrétan az univerzum mint olyan felfúvódjon, vagy összeomoljon, vagy szétessen, vagy ne lehessen benne anyag, vagy valamilyen fundamentális módon nem működjön. Igen, 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 igen. Kezdjük ezzel az általános tömegvonzás törvénye, ez a gravitációs állandó, ami nem egyenlő a 9,81 méter per szekundum négyzettel, hanem ez valami 6,64 szorozva 10 a mínusz 11 ennel. Ez egy konstans. Semmi nem indokolja, hogy ez a szám ez ennyi legyen, és nem mondjuk fele annyi, vagy, vagy kétszer ennyi, de a tény az, hogyha ezt a számot egy picivel megváltoztatnánk, akkor az univerzumban nem lenne élet. És itt nem csak arra gondolok, hogy nem beszélgetnénk itt, meg nem lennének emberi, úgymond fajok, vagy emberi faj, hanem egyszerűen nem lenne semmilyen életforma. Uh -huh. Erre van is egy ilyen könyv: vagy Just Six Numbers, Martin Reeves-től. Azt mondja, hogy a legdramatikusabb, az úgynevezett kozmológiai állandó, uh -huh. ami az általános relativitás elméletben vagy az Einstein egyenleteikben lévő állandó, ami az űr energia sűrűsége, másnéven vákumenergia. Ez a Wikipédiáról származik, és nagy lambdával jelölik. Ez annyira pontosan annyinak kell lenni, amennyi, amennyi az értéke, hogyha 10 a mínusz 120-on nagyságrendben megváltoztatod az értékét, az univerzum nem lenne más, mint egy ilyen hidrogénből és héliumból álló hígleves, nem lennének csillagok, bolygók, komplex molekulák és semmiféle életforma. Tehát, hogy ez a 10 a 120-on, ez azt jelenti, hogy 0,00000, ez 119-szer leírod, és utána a végén egy 1-est. Impresszív. Tehát, hogy ez ennyire, ezt, ezt többször is előjött ez a, mint a legdrámai példája ennek a finom hangoltságnak, és most akkor felolvasnám ezek után az érvet, hogy hogyan hangzik. Az első premissza így hangzik. Az univerzum finom hangoltsága vagy fizikai szükségszerűségnek, vagy a véletlennek, vagy pedig tervezettségnek tudható be. Uh -huh. Oké, okay? tehát az, hogy a finom, az univerzum finom hangolt, az adott, és erre ad három okot, hogy ez miért lehet. És a második premissza azt mondja lényegében, hogy a finom hangoltság nem a fizikai szükségszerűségnek, vagy a véletlennek tudható be. Tehát a három lehetőség közül kettőt kizár, és akkor ebből jön a konklúzió, ezért az univerzum tervezés eredménye. Számomra érthető, sok fizikai, meg tudományos könyvben találkoztam már ezzel, tényleg nagyon érdekes. Visszamondom először is csak az érvet. Oké. Okay. Az univerzum finom hangoltságát azt adottnak tekinti, uh -huh. azt mondja, hogy ez egy megfigyelés, aminek az oka az vagy fizikai szükségszerűség, vagy véletlen, vagy tervezettség. Uh -huh. És a második premissza pedig azt állítja, hogy a finomhangoltság nem szükségszerűség és nem véletlen, hanem akkor kizárásos alapon tervezettség. Átkeretezném ezt az egész finomhangoltságot. A finomhangoltságot, amikor megfigyeljük, az arra vonatkozik, hogy mennyire szűk határok között lehetne változtatni bármit is, és akkor az élet, vagy akár a komplet univerzum létezése ellehetetlenülne. Uh -huh. És akkor ezt büszkén mondják a keresztények meg a vallásosak, hogy akkor ez annak a jele, hogy az életre van teremtve a világ, vagy olyan célszerűséggel, amiben az emberi élet belefoglaltatik ebbe a célszerűségbe. Az Isten bármilyen alkalmazkodó képességgel teremthette volna az embert, vagy az univerzumot, és annyira korlátosra teremtette, hogy ilyen extrém, pici kis finom sávon túl életképtelen. Szóval van egyfajta kettős mérceit, hogy kicsit úgy adja elő ez a finomangolási istenérv, mint hogyha lenne az univerzum, ami egy adottság, az összes törvényével, szabályával összefüggéssel, és akkor milyen ügyes volt az Isten, hogy de jól beparametrizálta ezt a nehéz feladványt. De hát ő, ő csinálta az egészet mindenestül, azt is ő csinálta, hogy ennyire szűken működjön. Ne felejtjük, hogy az embert is, meg a környezetet is, vagy az univerzumot is, mindenestül, meg a szabálya is együtt Isten teremtette nagyon tág lehetőségek közül, szinte végtelen számú környezeti feltétel közül olyanokat választott, és az embernek vagy az univerzumnak olyan szűk alkalmazkodási képességet adott, hogy egy lehelletnyi változás romba dönteni az egészet. Ezt hívjuk finomhangolásnak? Tehát szerintem pont, hogy visszafelésül el ez az érv, azt mondja, hogy a lehetséges világok, paraméterek, beállítások között egy elképesztően vékony mesgyén. Valahányszor x a mínusz 120-onnyi vékony mesgyén kell, hogy legyen ez az egész, és ezért kompletten ő felel mind a két oldaláért. És aztán hát azt látjuk az eredményeiben, hogy egy olyan univerzumot látunk, aminek 0,000000000000001 000 000 000 százalékában van élet. Szóval, hogyha Isten célja az, és ezt hangoztatja a vallási retorika, hogy az ember teremtése, az talán a fő célja volt Istennek, és az, hogy az emberekkel ő szeretett közösségben éljen, ha Isten célja minél több ember üdvössége, akkor azt látnánk, hogy az univerzum belenne népesítve lelkekkel, ehhez képest erre alkalmatlan. Pedig az égvilágon semmi nem akadályozná, hogy akár csak ugyanilyen naprendszerek ismétlődjenek végtelen számra, ilyen sormintában. Uh -huh, uh -huh. Hadd tegyek fel egy alternatív kérdést. Oké. Okay. Honnan ismernénk fel egy olyan univerzumot, ami nincsen finom hangolva? Ö, nagyon jó kérdés. Van egy John Barrow nevű fizikus, aki azt a példát javasolta, hogy vegyünk egy papírlapot, és tegyünk a közepére egy piros pöttyöt. Ez a piros pötty reprezentálja a mi univerzumunkat és aztán a világot leíró főegyenletekben lévő konstansok értékét egy picit változtassuk meg, és minden egyes pont ezen a papíron reprezentál egy lehetséges variációját ezeknek a konstansoknak és az a lényeg, hogyha ebben a variációban létezne élet, akkor tegyük oda piros pöttyöt, és hogyha nem, akkor tegyük oda kéket. És azt mondja, hogy ha ezt megcsináljuk, fizikailag és végig gondoljuk, behelyettesítjük ezekbe az egyenletekbe ezeket a más számokat, akkor azt tapasztaljuk, hogy az egész lap az tele lesz kék pöttyökkel, és nagyon elvétve egy két piros pöttyöt találunk. Mert hogy az egy jogos kérdés, hogy ugye csak egy megfigyelés van, tehát onnan tudjuk, hogy ez a <laughs> hogy ez nem lehetne más, és hát így hogy fogjuk a az egyenleteket, amiket ismerünk, és ezekből csak módosítgatjuk szépen a ezeket a konstansokat. És akkor megnézzük, hogy ez ebbe az univerzumban teoretikusan lehetne, élet vagy nem, és többnyire nem. Na, ez az, hogy itt van egyfajta ilyen körkörösség ebben a dologban, hogyha a konstansok alkalmatlanok lennének olyan univerzum definiálására, amiben aztán lehet élet, akkor azt senki uh -huh. nem figyelné meg. Tehát tegyük fel, hogy sok ilyen univerzum van a, a lapunkon. Minden megfigyelő, aki él, szükségszerűen olyan univerzumot figyel meg, ami egyrészt az univerzum stabil létezésére alkalmasok az ottani beállítások, és még az életet is legalább töredék százalékban, de támogatja. Furcsa mód, az itt létünkből, a létezésünkből szükségszerűen logikailag következik, hogy az univerzum önmagát és az életet támogató paraméterekkel kell, hogy bírjon. Tehát, hogy ebben semmi meglepő nincs, és nem tudjuk, hogy például volt-e 100 milliárd másik próbálkozás, amiből 99 milliárd nem lett ilyen, és ott akkor uh -huh. nincsenek megfigyelők, nincsenek emberek, vagy bárhogyan definiált bármilyen típusú élet és tudat, aki erre rácsodálkozna. Szóval ezért Aha. lenne fontos, hogy honnan ismernénk fel egy olyan univerzumot, ami nem alkalmas az élet támogatására. Nem ismernénk fel, mert Hát <laughs> akkor nem létez. Po pontosan. Uh -huh. Itt, tehát magára arra, hogy ha az univerzum nem lenne finomhangolt, akkor tehát maga az, hogy mi élünk, az már, mint ahogy állítod, az már feltételezi, hogy az univerzum finomhangolt. Ezt így nem mondanám, ez, ez az, amit módosítanék egy kicsit, az már feltételezi, hogy az univerzum életre alkalmas de várja az, hogy életre alkalmas, az már, már azt jelenti, hogy ezekben a, az egyenletekben nem nagyon változhat, az paramétereket nem. És, Tehát... és pontosan ezért akartam erre kitérni, hogy tulajdonképpen mit jelent a finom hangolás. Finom hangolásnak azt nevezzük, hogy vannak bizonyos beállítások, amiken nem lehet változtatni, de közben van egy millió másik, ami pedig valószínűleg lehet most hasamra ütök, és nem biztos, hogy korrekt, de, de mondjuk tegyük fel, hogy a víz forráspontja az nem 100 Celsius nem hanem 101. Edu, ugye ez, az a víz forráspontja, ez az a függ a, függ a, függ a Igen, igen, tudjuk, csak, csak egy példa. Tehát, hogy kiszemeltünk néhány paramétert, ami nagyon fontosnak tűnik az univerzum jelenlegi kinézetének a fenntartásához, de van lehet közben millió másik paraméter, ami pedig sokkal tágabb határok között változtatható, anélkül, hogy katasztrófát okozna idézőjelbe. Finom hangottságot úgy adjuk elő, mintha az valami brilliáns dolog lenne, de pont arról van szó, hogy egy leszűkítés van egy csomó paraméter, ami módosítgatható, és van néhány paraméter, ami pedig nem módosítgatható az univerzum összeomlása nélkül. Szerintem mi jobb lenne egy olyan univerzum, aminek nincsenek ilyen Achilles sarkai. Tehát ha lenne egy gyár, ahol istenek dolgoznak és univerzumokat teremtenek, Aha és lenne egy olyan Isten, akinek az univerzuma eléggé ellenálló, és a paraméterei elég szabadon változtathatók, mm -hmm. meg lenne a gyártósor végén egy másik Isten, akinek az univerzumai nagyon sok elképesztően nagy finom hangolást igényelnek, mert olyanok, mint egy tojáshéj, hogyha kicsit megfújja egy szél, akkor összeomlik, ha valahányszor 10 a mínusz 120-on széllökés éri, akkor összeomlik az Aha. egész, hát akkor oda menne a menedzser, és mondaná, hogy hé, 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 hát. Azért ennél jobban kéne teljesíteni. <laughs> Na igen, igen, egyébként van egy ilyen hasonló ö, reakció erre az érvre, hogy miért gondolod azt, hogy minden lehetséges univerzumban pont ezek az egyenletek írják le a testek mozgását? Nekik. Ez pontosan. Az egyenleteket is Isten teremtette, hogyha így nézzük. Igen, 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 és ez egy jogos észrevétel, hogy itt most mi lekorlátozzuk magunkat azoknak az univerzumoknak a halmazára, amik ugyanazokkal az egyenletekkel, csak más konstansokkal működnek. És ez egy érdekes jó pont. Erre egy olyan példát mondtak, hogy képzelj el egy, egy falat, mondjuk mit tudom én, tőled egy kilométerre, és ezen a falon az egyik részén csücsül egy légy. Az, hogy te egy kilométerről ezt a legyet eltalálod, akkor is ez egy nagyon-nagyon nem triviális dolog, hogyha egyébként a légy körül van egy üres körlap, mondjuk egy ilyen 20, 20 centis környezetben nincsen senki, de egyébként meg a fal tele van légyel. Tehát még akkor is, hogyha más univerzumok más egyenletekkel tökéletesen működnének mindenféle finom hangoltság nélkül, maga az a tény, hogy amiket ugyanazok az egyenletek írnak le, csak mások a konstansok bennük, tehát a légy és a, a 20 centis környezete, hogy abban ilyen kevés életadó univerzum van, ez ettől még, ez egy nem triviális dolog. Tehát érted? Én ezt külön választanám, hogy oké, okay, lehet, hogy amit mondasz, az igaz, hogyha az univerzumot más egyenletek irányítanák, akkor teljesen ez nem lenne releváns. De hogyha csak lekorlátozod a megfigyelést azokra az univerzumokra, amikben ugyanazok az egyenletek, mint nálunk, csak mások a konstansok, akkor ugyanúgy az magyarázatot igényel, hogy miért van az, hogy nem lehet akárhogy változtatni, hanem csak nagyon-nagyon kevés paraméter, konstelláció ad lehetőséget az élet és pont ez az érvem Isten ellen. Miért olyan kevés univerzum alkalmas az életre, vagy vagy egyszerűen csak a létezésre? Oké, okay, belemegyek ebbe a leszükítésbe, hogy akkor olyan univerzumokkal dolgozunk, amiket ilyen egyenletek határoznak meg. Akkor megint csak oda megy a univerzum üzemnek a menedzsere, Jahvéhez, és azt mondja, hogy figyelj, a te univerzumaid közül 100 ezerből egy működik. Tehát hogyha aha, te... aha. De az működik, érted? Tehát... Hát oké, okay. csak hogy... Most az a kérdés, hogy mi a cél az, hogy legyen egy univerzum, ami működik, vagy legyen egy univerzum, ami, ami nagyon robosztus, tehát hogy nagyon ellenálló az egyes ilyen változásokra is. Tehát Isten nem biztos, hogy több univerzumot teremtett, ezt nem tudjuk, ezt én sem tudom megmondani, de... De azt az egyet is, amit megteremtett, azt is ellátta hat darab a sarokkal Szóval szerintem az egész finom hangoltsági istenévnek két oldala van, és mondom, szerintem alapvetően egy kettős mérciből indul ki, hogy vagy az univerzum sok tulajdonságát, mint hogy bizonyos egyenletek írják le például, és azok az egyenletek mik, ezeket így adottságnak veszi, és akkor azt mondja, hogy ezen körülmények közé jött Isten, és olyan precízen beállította ezt a hat darab paramétert. Uh -huh. Pedig valójában Há, jó, az okay. egész keretrendszer sokkal tágabban ő építette össze, és az, hogy bizonyos paraméterek csak nagyon szűk határok között alkalmasak univerzumra, más paraméterek meg tág, egyáltalán mik ezek a paraméterek, ez mind-mind számomra nem nagyon bír üzenetértékkel. Aha. Na még azt akartam, arra akartam um, reagálni, amit mondtál, hogy ha az univerzum nem lenne ilyen, amilyen, akkor mi nem léteznénk. Erre olvastam egy nagyon jó példát a Nielsenvi könyvébe, Richard Swinburne filozófustól. Képzeljük el, hogy van egy őrült, aki elrabol egy embert, és azzal fenyegeti meg, hogy megöli, ha csak elé tesz tíz kártyapaklit, ami össze van keverve, és azt a feladatot adja neki, hogy húzzon belőle tíz kártyát, és hogyha kihúzza az összes körászt, tehát a tízből tíz az körász lesz, akkor szabadon engedi. Ez az ember elkezdi húzni, és mindegyik, mind a tíz kör -ász, és ugye a, a végén elengedi. És utána később találkozik egy rendőrrel, hogy feljelentse őt, akkor ilyen fityet hányva azt mondja, ez egyáltalán nem meglepő, hogy a, a kör ászokat húztad a pakliból, különben most nem beszélnénk, hogyha másokat húztál volna. És azt mondja ez a könyv, hogy noha ez a rendőr technikailag igaza van, de a rossz kérdést válaszolja meg. A releváns kérdés az nem az, hogy miért tudta ez az ember megfigyelni ezt a tíz kártyát, hanem, hogy egyáltalán miért történt ennyire nagyon kicsi valószínűségű húzás tehát itt két dologot nem szabad összekeverni. Az egyik kérdés az, hogy miért vagyunk képesek arra, hogy megfigyeljük ezt a, a jelenséget. A másik kérdés pedig, hogy miért történt meg ez a jelenség egyáltalán. Ez szerintem érdemes ketté választani. Ez nem tudom, hogy így mennyire érthető, mennyire jött át. Teljesen érthető, azon gondolkodom, hogy... Tehát... Az őrült az uh, istennek a megfelelője, mert az őrült döntött úgy, hogy csak tíz körásszal engedi el az illetőt. Tehát azt, hogy a kihúzott kártyák közül mennyit fogad el és mennyi vezet az összeomláshoz, ezt ő maga döntötte el. Nem tudom, hogy megáll-e az analógia, mert az, hogy valaki kihúzott tíz körászt, az tényleg uh, rendkívül valószínűtlen csak nem tudom, hogy ez a húzás, ez megtörtént-e? Vagy ha azt mondod, hogy egy húzás történt, akkor tulajdonképpen azt illusztrálod, hogy a finom oka a véletlen? Na, ez a kérdés, ez a kérdés, hogy az, hogy a tíz pakliból tíz kör ázt húztunk, most mindegy, hogy kiáltal, vagy stb., meg hogy ki keverte össze, ezt még nem tudjuk, de ez tény. Tény, hogy ennek a hat számnak az értéke pont annyi, amennyinek kell lennie ahhoz, hogy ez az univerzum, ebben az univerzumban kialakulja nélet. A kérdés az most ez, hogy ez miért van így. Azért, mert más nem is lehetett volna, vagy azért, mert egyszerűen csak pont véletlenszerűen, igazából egy majom húzta ki a kártyákat, és éppen eltalálta azt a tíz vagy pedig azért, mert ez a tíz körász az lényegében oda volt adva valakinek, tehát hogy itt volt egy ilyen tervező, az ő keze van a dologban. Tehát pont ez a kérdés, hogy mivel magyarázzuk azt, hogy a, az egyenleteinkben, a világot leíró egyenleteinkben a konstansok értéke pont annyi, amennyinek neki kell lenni. Ha csak erről a hat számról beszélünk, ez a Just Six Numbers, meg az is magyarázatot igényel, hogy annak a hat számnak az értéke miért annyi. Uh -huh. Tulajdonképpen az, hogy valami miért pont úgy történt, ahogy történt, ez mindenre feltehető a hétköznapjainkban is, nem csak az univerzum precíz konstansaira. Uh -huh. Hogy én leteszem az ujjamat, csak simán a mutató ujjammal lefele mutatva az asztalhoz közelítem, és egy pontra leteszem és hogy az pont arra a pontra került, ha lemész a milliméteren is túl, a nanométer, és egészen az atomi mértékekig, és azt nézed, hogy hanyadik atomnál van az én mutatójamnak a körme, az, hogy az oda uh -huh. fog landolni, talán ugyanolyan nagyságrendben valószínűtlen, hogy pont úgy történt, mint ezeknek a konstansoknak az értékei, és pont ugyanúgy elmondható, hogyha egy atommal arrébb lenne, akkor már nem ott lenne az eredetileg kiszemelt atomunknál. A megtörtént egy valóság, az, hogy az pont úgy történik, és pont nem másképp, az mindig elmondható, hogy az úgymond végtelenül valószínűtlen, de mégsem mondom, hogy az, hogy az én mutató új körmöm az melyik atomhoz érkezett pontosan. Uh -huh, uh -huh. Például ezt nem tartjuk egy áhítatra méltó, lenyűgöző jelenségnek, aminek akkor mondjuk akár tervezettség lehetett az oka. Igen, ez nagyon jó pont, és ezt tipikusan azok szokták felhozni, akik a, a, véletlenszerűség mellett érvelnek. És van egy példa is, ami amúgy pont ezt írja le, a lottó. Tehát, hogy a lottónál is ugye nagyon kicsi a valószínűség, hogy bárki nyerjen, de mégis, hogyha valaki nyer, akkor nem mondjuk azt, hogy hát mert a lottó meg van hekkelve, megérted. Minden egyes labdának a kiválasztási esélye nagyon-nagyon pici, mégis valamelyiket kiválasztják. És akkor itt lényegében a lottókban lévő golyókat megfeleltetik az univerzumoknak, és akkor hát, hogy valamilyen univerzumnak kellett lennie, és hát most az, hogy most pont ilyen van azon, miért lepődünk meg. A nem kéne jobban meglepődni, mint azon, hogy ez a lottó, ez pont a 95-ös lett, vagy nem tudom. Ez a lottó illusztráció abba sántít, hogy arra fókuszál, hogy ki nyert nem pedig a golyó tulajdonságaira. Ami az univerzumban történik, a finomhangoltság az, ahhoz egy jobb analógia az, hogy van egy lottó, és mondjuk abban van egy-kettő fehér golyó, és van az összes többi fekete. Annak a valószínűsége, hogy te fehéret húzol, nagyon valószínűtlen, még akkor is, hogyha valamelyiket ki kell, hogy húzzad hogyha az összes univerzumot két kategóriára osztjuk, hogy ki alakulhat benne élet, vagy nem alakulhat ki benne élet. Hasonló arányt kapunk, hogy nagyon kevésben alakulhat ki, és az összes többi pedig nem. És az, hogyha mi véletlenszerűen húzunk egyből, akkor az, hogy pont egy ilyen, ilyen univerzumot húzunk, mint amilyen a miénk, nagyon-nagyon kicsi az esélye. Még itt nem tartunk ott, hogy mert Isten állította fel ezt az egészet, hanem itt még mindig ott tartunk, hogy ott vannak az egyenletek, és próbáljunk a számok helyett másokat írni. Tehát egy olyan makrovalóságban élünk, hogyha ezek az egyenletek minden univerzumban fixek, ami elképesztően kevéssé supportálja a stabil univerzumokat, és amikor stabil univerzum van, még abban is, például a miénkben, elképesztően kevéssé supportálja az életet. Igen, hogyha az összes lehetséges ilyen univerzumot beleveszed a, ebbe a lottó dobozba, amiből húzod ezeket a lottó golyókat, akkor valóban igen, nagyon kicsi a valószínűsége. Tehát a lényeg az, hogy igen, én azt állítom, hogy az, hogy meg tudjuk figyelni az univerzumot, az még nem magyarázza meg a kérdést, hogy miért olyan az univerzum, hogy meg tudjuk figyelni. Tehát ez egy a megfigyelhetőség, meg a kialakulás, vagy a, vagy maga a jelenség. Én külön választanám. Uh -huh. És én azt is gondolom, hogy ez a fizikai szükségszerűség. Tehát, aki azt mondja, hogy hát ez muszáj volt, hogy így legyen, azt szintén én nem tartom valószínűnek, vagy nem tartom egy jó magyarázatnak, ilyen ez a miért. Miért kellett volna, hogy az univerzumban ez a konstansas pont annyi legyen? Tehát én ezt nem látom nagyon megalapozottnak, csak maximum annyiban, hogy így rávágjuk, hogy miért, mert ez így van. Szerintem egyébként a szükségszerűség, meg a tervezettség, mint okok, azok nagyon hasonlóak természetükben. Ugyanez az érzés váltódik ki bennem, amit most leírtál a tervezettséggel kapcsolatban, hogy hát mert szükségszerű, hát mert valaki tervezte, mind a kettő kicsit ilyen önkényesnek tűnik. De, hogyha megegyezünk abban, hogy az univerzum finom hangolt, tehát hogy ezek az állandók nem nagyon mozgathatók, és megegyezünk abban, hogy ez a három lehetséges ok van arra, hogy miért figyeljük meg ezt a jelenséget, és ebből kettőt sikerült kizárni, akkor marad a harmadik. Tehát akkor meg nem tudunk, logikailag nem marad más választás, mint hogy azt mondjuk, hogy oké, okay, akkor itt valami tervező keze van a dologban, függetlenül attól, hogy most ez bennünket milyen, bennünk milyen érzéseket kelt, érted? Akkor egyszerűen nincsen más opció, ami marad arra, hogy ezt megmagyarázzuk. Persze ez belevisz eleve olyan kérdésekbe, hogyha a tervezettség, akkor van egy tervező, de egyáltalán a tervezőnek a gondolatai és tettei azok nem szükségszerűek, vagy véletlenek? Hm olybá tűnik, hogy nem nagyon tudok mást elképzelni, mint szükségszerűséget és véletlent. Például, hogyha a saját viselkedésemet írom le, én ma mi mindent fogok tervezni, én magam is hogy szükségszerűségek és véletlenek által determinált emberke vagyok, és ezzel valószínűleg lefettem mindent, mert akkor lefettem el a, a makró szükségszerű fizikai törvényeket, meg a mikro kvantum véletleneket is. Nem is tudom, hogy logikailag egyáltalán van-e más, már a szükségszerűség és a véletlen lefette a teljes síkot, és akkor a tervező és a tervezettség az tulajdonképpen ezeken belül van. Hm. A hétköznapi értelemben vett véletlen, tehát amikor nem a kvantum véletlenről beszélünk, az tulajdonképpen amúgy szükségszerűség, és a, amit véletlennek hívunk, az csak a hiányunk. Tehát ugye, hogyha extra precízen ki tudnánk mérni a, a lottó gömbben a golyóknak a fizikáját, akkor valószínűleg meg tudnánk mondani előre, hogy szükségszerűen melyik jön ki. Elvileg léteznek valós véletlenek, kifejezetten a kvantum világában, azok se teljes véletlenek, hanem ugye valószínűség eloszlások, amik azért Körül. elég jól definiált paraméterek között történnek. Ugye visszavisz ez a kérdés sokkal mélyebb kérdésekbe, és még abban Körül. sem vagyok biztos, hogy válasz létezik. Ennyit megmondok őszintén, hogy én a tervezettséget azért rakom alacsonyabb valószínűségre, mert például a tervezettség az akkor valamiféle elme, meg szándék, és akkor mondhatok egy nagyon egyszerű anti-isten érvet, hogy minden tudatos szándékhoz élet szükséges, minden élet, amit megfigyeltünk az univerzumon belül történt, tehát az univerzum nélkül, vagy előtt, vagy azon túl nem létezhet tudatos szándékkal bíró elme, aki tervezne. És akkor ezennel kizártam a tervezettséget. Na most akkor én elmondok neked ezen alapján egy életellenes érvet, magzat szempontjából. Tehát a magzat bent van a 9. hónapban az anyukája pocakjában, és azt mondja, hogy tudatos szándékhoz kell élet. A magzaton kívül semmiféle életet nem tudtunk eddig megfigyelni, ergo a magzaton kívül nem lehet tudatos szándék. A magzat téved, de a magzat irracionális. A magzat, hogyha őszintén követi a megfigyeléseit, és nem kezd el hipotetizálni, meg fantáziálni, Jogosan jut erre a konklúzióra bár téved. Aha. A, Pontosan, magzat, így te a Magzat is jogosan jut a magzat, erre a konklúzióra, de téved szerintem. A Magzat ez, ez... lehet, hogy tévedek, de hogyha a Magzat feltételezne bármi mást ezen túl, az egy teljesen leellenőrizhetetlen hipotézis lenne, és ötletelhet róla, de ha megkérdezed, hogy melyik a valószínűbb, akkor teljesen jogos az ő részéről, rendelkezésére álló uh -huh, információk uh -huh. alapján. Joggal tartja valószínűbbnek, hogy lehet, hogy akkor nincs a magzatkoron uh -huh, uh -huh. túl élet. É, é, tehát én nem azt mondom, hogy az a magzat, ami arra a következtetése jut, hogy a magzatburkon kívül nincsen élet, vagy az anya kívül nincsen élet, az nem racionális, de azt gondolom, hogy nem igaz. Ettől függetlenül még nem igaz, mert olyan dolgot. Tehát az, hogyha van egy szoba, amiben még sose voltunk, és nem tudjuk, hogy mi van benne, akkor arról nehezen tudunk bármit is mondani, hogy abba biztos nincsen valami. Mert azt mondod, hogy nehezen leellenőrizhető. Hát valaminek a lemléte az valóban nehezen leellenőrizhető, főleg, hogyha valami univerzumon kívüli dolog létéről van szó. Tehát... De, ha, de ha kinyitjuk azt az ajtót, hogy a leellenőrizhetetlenről állításokat teszünk, akkor egy végtelen nagy és gyakorlatilag mindent megengedő világba nyitunk ajtót. Tehát nagyon hamar kilátástalan káoszba jutunk, ahol minden elmélet egyenlő, vagy legalábbis nehezen megkülönböztethető. Ha a szükségszerűség, véletlen és tervezettség kártyáit rakod elém, akkor egyébként a tervezettséget emiatt rakom lejjebb, illetve szerintem már a szükségszerűség és a véletlen lefedi a teljes síkot. Emiatt van fundamentális problémám, hogy a tervezettség az, hogy, az, hogy ezekhez hogy viszonyul. Oké. Okay nagyon közel van a, az időnk lejárta, úgyhogy arra szeretnék Igen. törekedni, hogy amivel még készültél, az, ami még Jó. észerűen beleférhet, okay, okay. az bele. Igen, még itt van egy, van egy tipikus reakció azoknak, akik a második, tehát a véletlent hozzák föl, vagy azzal próbálják magyarázni a finom hangoltságot, méghozzá ez a multiverzum, tehát a sok hipotézis, uh -huh. ami arról szól, hogy lényegében nem csak a mi univerzumunk létezik, hanem végtelen sok, közel végtelen, megfigyelhetetlen párhuzamos univerzum, ennek mindegyikében egy picivel mások a konstansok, mint a miénkben, és noha a multiverzum túlnyomó többségébe, tehát az univerzumok túlnyomó többségébe valóban nem lehet élet, de ettől függetlenül még van néhány, köztük a milyen kis, ami, ami lehetséges. És az a lényeg, hogy igazából ezek mindegyike valós, ezt állítja a multiverzum, hogy mindegyiket kihúzza valaki, és mi például pont azt húztuk, ami, ami lehetőséget az élet kialakulására. És azt mondja, hogy ha egy végtelen univerzum, multiverzum létezik, akkor vannak valódi univerzumok, amiben vannak rózsaszíne szarvúak, meg a Yeti az létezik és van olyan is, ami ahol az egész univerzum csak sajtból áll. De de az, az a vicces, hogy hogy ezek a tudósok teljesen komolyan gondolják ezeket az állításokat. Például a Jean Garinga, meg Alexander Vilenkin úgy ír a multiverzumról, hogy végtelen sok multiverzum van, ahol Algor az elnök és igen Elvis még mindig él. Hát és az a nem hogy. Tessék? Ez annyira elképzelhetetlen? Már bármelyik ezek közül. Tehát amikor a Wright-fivérek repülőt próbáltak építeni, nagyon nagy magabiztossággal mondták nekik, hogy ez abszurd gondolat. Azt már lefektettük, hogy az élet az nem intuitív. Mert ha intuitív lenne, akkor a Föld lapos lenne, az erőszak megoldás lenne a konfliktusra, uh -huh. a Föld körül keringenének, a csillagok meg a nap. Szóval én ezeket egyáltalán nem, nem esik nehezemre elképzelni, úgymond egy sajtból lévő univerzumot. Persze abszurdnak tűnik a mi elménknek, de a sajt is csak bizonyos atomok, szóval... Igen, de most te is nagyot váltottál a magzathoz képest, hogy, hogy most nem azt mondod, hogy de nem lehet leellenőrizni. Mert ezek közül egyiket sem lehet megfigyelni, és Nielsen is ezt fogalmazza meg kritikának, hogy nagyon érdekes, hogy egy ateista teljesen megveti Isten létezésének a lehetőségét, és utána meg képes elfogadni egy végtelen, megfigyelhetetlen, megismerhetetlen párhuzamos univerzumok sokaságát. A multiverzum az egyfajta ilyen kibúvó, hogy nehogy az Isten év konklúziójához kelljen, Istenhez kelljen fordulni. Azt mondja Bernard Kor, hogy ha csak egy univerzum létezik, akkor lehet, hogy van egy ilyen finom hangoló. Nem mondja, hogy biztos, de hogy lehet. Azt mondja, hogy ha nem akarod Istent, akkor inkább a multiverzum a jobb választás. Tehát multiverzumra semmi tudomány, tudtommal, semmiféle ilyen tudományos megfigyelés nincs, hát nem is lehet, mert hogy nem a minú univerzumokban történik ez. Mégis inkább az emberek egy ilyen opciót valószínűnek tartanak, mint az, hogy legyen tervező. Uh -huh. Szerintem itt kulcs az én tervező ellenes érvem, amit elmondtam, ugyanis nem arról van szó, hogy az Isten nélküli megoldást szeretnék, és akkor inkább bármilyen extrém ötlettel előállnak, csak hogy ne kelljen bele Isten, hanem arról van szó, hogy egy olyan világot figyelünk meg magunk körül, uh -huh. ahol újra és újra, és újra, és újra évszázadokon keresztül rengeteg ember megfigyelt dolgokat, és van végtelen számú megfigyelésünk arról, hogy fizikai törvények, és nem pedig valamilyen akarat vagy beavatkozás hozta létre a jelenségeket. Egy olyan univerzumban vagyunk, ahol bármely mikroszkóba belenézel, bármely petricsésében keltett bármilyen baktériumot, bármilyen számítást vagy ilyesmit végzel, mindig azt látjuk, hogy nincs ott egy akarat, nincs ott egy angyal, ami arrébb ki az atomot, hanem van egy ilyen személytelennek tűnő fizikai törvényhalom, és sehol sem futottunk bele a laboratóriumokban, vagy azok, akár azokon kívül alapos megfigyelés közepette akaratlagos mozgatókba. Persze vannak, akik beszámolnak arról, hogy vannak csodák, meg akár lejött egy Jézus, vagy akármilyen vallás, aminek vannak valódi megfigyelhető jeleik ő szerintük, de uh -huh. Még az is egy olyan óceánban úszó, icipici kis kivételsziget, ami eltörpül a körülötte lévő óceánhoz képest, és ebben a kontextusban azt gondoljuk, hogy ha most tippelnem kéne a következő ismeretlen területre, hogy ott vajon mi zajlik le, akkor sokkal valószínűbbnek tartom, hogy ott is valami személytelen törvények vannak. Van ez az óceányi megfigyelésünk, ami ilyen, és elég jól működik, és lehet, hogy van, de nagyon ehhez képes kisebb számú, és hát általában rosszabb minőségű megfigyelés is, amikor természetfeletti beavatkozást vélünk felfedezni hogyha ezt látom évszázadok óta, és valaki megkérdezi, hogy na, és a következő ismeretlen terület ott mi van, uh -huh. akkor azt mondom, hogy hát figyelj, eddig 1000-ből 999-szer személytelen fizikai erő volt, akkor most hova tegyem a fogadásomat? Hát megtettem ugyanarra. Uh -huh. Szerintem sok tekintetben mi is, mint emberiség, kisgyerekek vagyunk, amikor valami ismeretlennel szembesülünk, és ezt nagyon sokszor látom a vallásban, hogy például ugye az a végtelen egocentrizmus, hogy az egész az emberiség miatt jött létre, hogy emberiség lehessen, és aztán Jézus azt megválthassa, és aztán mi üdvözülhessünk az egész végtelen univerzumainak. ugye mi egy icipici töredéknyi szegletét töltjük ki, az mind-mind, ha fizikailag nem is, de céljában körülöttünk forog. Fel kéne nőni addig, hogy, hogy ezt túllépünk ezen a öncentrikusságon. Igen, igen. szerintem van igazság abban, amit mondasz, hogy az ember alapból hajlamos így mindent így a saját szemszögéből nézi meg értékelni, és valóban itt kell egyfajta érettség. Én azt gondolom, hogy, hogy például a finom hangoltság istenérv elérte ezt az érettséget, tehát kiindul a tényekből, ezt látjuk, ezt tapasztaljuk, a fizikai tudásunk alapján ez következik, és akkor a végén marad a konklúzió. Én, én érdekes módon nekem pont, hogy a másik irányba sikerült még inkább lökni a gondolkodásomat azok által, amiket az elején mondtam, hogy a különböző hangoltság mennyire egy visszafelésül Aha. el. Ez van. Hallgatók, írjátok meg kommentben, hogyha a Youtube-on nézitek, vagy a létkedések az gmail.com nagyon érdekelnek a véleményeitek. Kövessetek be, nyomjátok meg a csengőt, nézzetek, hallgassatok Youtube, Spotify, Apple Podcast, Podpad, podcast.hu és Deezer. Szilvai Péter és Szabó Viktor vagyunk, és jövünk legközelebb is egy újabb létkérdések résszel. Sziasztok! Sziasztok!